Krisztus szenvedésének és feltámadásának történetét beszéli el a Passió, mely a világ mindenség és az életünk alapdallama. Ez hangzott el a nagy hét kezdetén virágvasárnap a szombathelyi székesegyházban. Isten arca tárul itt fel. Azé az Istené, akinek végtelenül fontos az ember. Végtelenül fontosak a mi erkölcsi döntéseink. Az, hogy szentek legyünk, hogy megtanuljuk az életünket odaadni. A kereszt életfája, a kereszten Jézus a szülés fájdalmait szenvedi, hogy újjáteremtse a világot. A Passiót felolvassák pénteken este az evangélikus templomban is, ezúttal üres padsorok előtt. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus kereszt halálára és feltámadására emlékezik ilyenkor a világ. Ebben a rendkívüli helyzetben a húsvét üzenete igazából ugyanaz, mint minden évben. Az, hogy az Isten Jézus Krisztus által legyőzte a halált, az, hogy Jézus feltámadt, és hogy ennek az öröme hatja át a keresztény emberek életét. Ez a rendhagyó helyzet annyiban más, hogy gyülekezeti közösségekben nem élhetjük meg ezt a fajta összetartozást, de hogy az Isten szent lelke által ott van a családokban. A református templom kapui is zárva maradnak idén húsvétkor, az Isten tiszteletek online térbe kerülnek át. Az emberek másképp élik meg az ünnepet, ez a helyzet pedig sok mindenre megtaníthat hívőt és nem hívőt egyaránt. Krisztus halála nélkül nincs feltámadás. A szomorúságból van az öröm. Na most ez a hívő emberek számára egy végtelen felszabadulás, hogy az életnek nincs az a mélysége, ahonnan az Isten ne hozna vissza minket. Ennek a valóságát éljük meg most. És most ezek az idők megmutatják, hogy a nagy egyéni szabadságban mégis mennyire vágyunk a közösségre, mert rászorulunk mindenkinek. Kívánom azt, hogy az a vágy megszülessen a szívükbe, hogy az ember kilásson egy picit ebből az anyagi világból, és nyíljon meg a szeme és a lelke fölfelé. Nagy csütörtök az utolsó vacsora napja, ekkor Rómába mennek, azaz elnémulnak a harangok egészen a szombatesti vigíliáig. Nagy pénteken feszítették meg Krisztust, aki halálával megváltotta minden ember bűnét, és megszabadította a világot a szenvedéstől. Vasárnap feltámadt, győzelmet aratva a halál fölött.